Pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Daniel, a 21. század intézet vezető elemzője. Na, szép jó reggel. Jó reggelt kívánok. Akkor mi is történik a nagyvilágban, illetve hogyan készülünk arra, hogy az ellenzék átveszi a hatalmat? Legalábbis, mint hogyha azt sugároznák, hogy valami rendszerváltásra készülnek, vagy csak emlékeztek a 30 évvel ezelőttiekről? És hogyha megnézzük az ellenzéki pártok jelenlegi helyzetét, akkor nagyon nem lehet arról beszélni, hogy ők bármilyen változást érjenek el az országban. Ugye láttuk az LP választás eredményét, ott világos erősorrend alakult ki, és azt követően gyakorlatilag megindult az, amit mi már elemzőként jósoltunk, hogy a helyezkedés és a státuszkónak a felrúgása az teljes mértékben beindult. Innentől kezdve az lesz a kérdés, hogy a DK-nak és a Momentumnak sikerül-e messzileállítani a pozícióit. Most ugye bejelentették az előválasztás során a különböző jelölteket, hogyha mondjuk Kálmán Olga megnyeri ezt az előválasztást, akkor a DK az egyeduralkodó lesz, és tényleg ő lesz az ellenzék az ötödik. Akkor most kell, hogy megszakítsam, hisz a hétvégén Szanyi Tibor országnak, világnak elmondta a véleményét arról, hogy volt, először is elfelejtették őt meghívni a régi és az új képviselők együttes megbeszélésére Brüsszelben, de ez kevésbé érdekel. Viszont mintha arról számolt volna be, hogy a Szocialista Párt és a PM európai parlamenti képviselője a DK csoportjához csatlakozott, ami korábban nem így volt. Mi az igazság? Szanyi Tibor azt állítja, hogy Molnár Csaba lesz majd az ő vezetőjük az Európai Parlamentben. Ez valamilyen logikus döntés, mert ugye ott van egy MSZP, egyetlen egy MSZP-s politikus, most saját magát vezesse, tehát ők ugye egy pártsághoz tartoznak, egy pártsághoz politizálnak, tehát ez természetes, tehát hogy egy a frakció magyar egyfrakciót választottak, és ugye a DK-s és az MSZP-s politikusok egy pártsághoz tartoznak, ők lényegében közösen lesznek ott magyar politikusok, tehát logikus, hogy ez a kettő párt együttműködik. De a választók ezt akarták, akik rájuk szavaztak? Hát a DK-sok... Nem a DK-sokról beszélek, hanem azok, akik végül is a PM és a Szocialista Párt pártszövetségre szavaztak az európai parlamenti választásokon, ők tulajdonképpen arra szavaztak, hogy egy frakcióba üljenek a DK-val? A DK-sok eddig is ugye a szociáldemokratáknál ültek, a szocialistáknál. Nagyjából a két pártnak nagy különbségei nincsenek, tehát sokat beszéltünk arról, hogy a DK az új MSZP, Gyurcsány Ferencék lényegében meg akarják szüntetni a Szocialista Pártot. Ennek inkább technikai jellegű dolga van, olyan ügy vagy olyan dolog, mint amit Szanyi Tibor állít, azért nincsen belőle. Szanyi Tibor esetében azt látjuk, hogy ugye sértett politikus, teljes mértékben érthető az indulata, és amiket ír a leveleiben, azoknak van valóság alapja, tehát igaza van abban, hogy Újhelyi Istvánék ugye katasztrofális kampányt folytattak, az MSZP-nek a belső ügyei azok lényegében érthetetlenek, és az is érthetetlen, hogy egyáltalán ez a párt még képes működni. Tehát vannak igazságok Szanyi Tibornak a leveleiben, viszont az kérdés, hogy miért pont ugye az LP választás után, hát azért, mert most már nem jutott oda a zsíros fardékhoz, nem kap ugye mandátumot, nem kap pozíciókat, tehát ilyenkor már... Mégiscsak ennek a pártnak az alelnöke, nem? Még valameddig, ugye alapított egy mozgalmat, én arra számítok, hogy nagy valószínűséggel elhagyja a Szocialista Pártot, és kérdés az, hogy még hány MSZP-s politikus fog így tenni, és mondjuk menjen a DK-ba. Van élet az MSZP-n kívül? Egy MSZP-s politikus számára? Igen, DK-t mondják sokan, de ugye Gyurcsány Ferenccel nincsen jó viszonyban. Emlékszünk rá, hogy Szanyi Tibor miket mondott korábban Gyurcsány Ferencről, hogy már Lipótba zárná meg ehhez hasonló szlogeneket mondott Szanyi Tibor. Az oda biztos maximum Szanyi Tibor esetében azt látom, hogy 13. kerületben egy önkormányzati pozíció, de azért egy LP mandátum után azért az egy komoly visszaesés politikai szinten. Az MSZP-nek abból jövője már nem biztos, hogy van. Gyurcsány Ferencnek szemmel láthatóan az MSZP kivégzése a célja. Nem akarja már azt, hogy mondjuk 2022-ben az MSZP ott szerepeljen a szavazó cédulákon. Ez egy komoly elégtétel lenne Gyurcsány Ferenc számára. Kérdéses, hogy az MSZP ezt fölismeri-e, most úgy tűnik az elmúlt hetek eseményeiből, hogy ugyanott folytatják tovább a bajt. De az a furcsa nekem, hogy ennek ellenére, hogyha megnézzük a választási eredményt, nem is az eredményt, hanem a
szavazókörökbe delegáltak számát, ott az MSZP maga biztosan második volt. Igen, és... Tehát valamilyen szervezeti ereje még van az MSZP-nek. És továbbra is ezt fontos hangsúlyozni, hogy hiába ugye 6%-ot ért el az MSZP az EP választáson, a legnagyobb hálózatuk, a legnagyobb szervezetük ugye mind Budapesten, mind országos szinten nekik van, tehát egyértelműen kijelenthető, hogy az MSZP-nek az a hálózata, amit ugye felépített korábban, az továbbra is működik és megvan. Ez az előválasztás során lehet nekik előnyös, hiszen látjuk, hogy az előválasztás során mindig a pártokhoz szorosan kötődő választók vesznek részt, az aktivisták úgymond, és hogyha az MSZP-t tud mozgósítani, akkor elérheti azt, hogy Karácsony Gergely lehet népszerűtlenebb a baloldali szavazók körében, de mivel ők könnyebben tudtak mozgósítani ebben a pár tízezers populációnál, ezért mondjuk Karácsony Gergely mennyire az előválasztás. De ahogy itt nézem az előválasztási küzdelmet, itt úgy látom, hogy az MSZP plusz még más függetlenebb szereplők is egyértelműen Karácsony mellett állnak. Bajnai Gordon, Tóth József most a hétvégén egyértelműen kiáll Karácsony Gergely mellett. Ez az ő esélyeit növelheti? Igen, nos, az, hogy például Tóth József kiállt a Karácsony Gergely mellett, az egy versenyelő lehet számára, de mondom, Kálmán Olgánál megvan az, hogy ő népszerű, és most robbant be ugye a politikai közbeszédbe, tehát ő egy dinamikát képvisel, azt képviseli, hogy hirtelen belendülünk, megvannak az üzenetei, és azonnal elindította a kampányát, tehát egy hét alatt egy dinamikát fel tudott mutatni. Karácsony Gergely viszont leszálló ágban van, tehát neki most számos botránya volt, pártján belül is komoly konfliktusok vannak, ugye ő arról beszélt, hogy Zuglóban az MSZP-s politikusok korrupciót hajtanak végre, úgyhogy ugye az MSZP-nek és a Párbeszédnek a jelöltje, tehát itt számos olyan eset volt Karácsony Gergelyek kapcsolatban az elmúlt hónapokban, ami azt eredményezte, hogy most az a imázs és az a karakter, amit ő korábban képviselt, az a viszonylagos népszerűség a baloldalon, az a kicsit megkapott. Próbáljuk lerántani a leplet, illetve tájékozódni, mi történik az LMP házatáján. Az LMP ott szerintem egy ilyen megszűnőben lévő pártról beszélhetünk, hogy ott várjuk. Hát, hogyha most rehabilitálnák a képviselőket, akiket korábban eltiltották, és akkor most mindenki lehet. Igen, ugye ez most nem lesz, még nem precedens jellegű a dolog, tehát nem tudni, hogy most visszatérnek-e a régi arcok. Igazából ez most már nem oszt, nem szoroz. Az LMP-nél ez az eredmény azt mutatta, hogy teljes mértékben a választók azok kiábrándultak ebből a pártból. Még lehet esély, hogyha valamelyest összeszedik magukat, de tényleg most már nincsenek olyan politikusok az LMP-ben, akik karakteres arcot képviselnek. Ugye Ungár Péter is ott van, de ő sem vállalhat semmilyen tisztséget. Más olyan politikusok, mondjuk Szélben lett, ugye volt korábban, aki karakteres LMP-s politikus volt, már neki is ugye fölmerült a kérdés, hogy visszatér-e, de nem fog visszatérni. Tehát látjuk azt, hogy már nem a másik arcok. Volt társelnökkel. Hadházi Ákossal? Igen. Ők ugye zászlót bontottak, és jól tudom, Márki-Zay Péterékkel közösen alakítanak ki valamilyen mozgalmat. Márki-Zay Péteréknél nem jött be az, amire ők számítottak, tehát ők arra számítottak, hogy be fognak állni mögéjük a pártok, és hogy Ráthodmezővásárhelyi polgármestere lett. Kérdés, hogy meddig ugye most jön az önkormányzati választás, hogy halljuk a Fideszben is ugye cseréltek arcokat, és egy teljesen más politikai irány, teljesen más politikus lesz majd ott a jelölt. Most majd az elkövetkezendő hetekben, hónapokban kiderülnek ugye a kormánypárti jelöltek az egyes városokban, egyes kerületekben, és onnantól kezdve fog megindulni majd az igazi harc. Ha megnézzük ugye az LP választás eredményét az egyes településeken, akkor a kormánypártoknak bíztatóak ezek a számok, tehát mindenhol jóval 40-50% felett szerepeltek a kormánypártok, tehát hogyha ez a lendület, ez a trend kitart, akkor az ellenzéknek fel kell kötni a gatyát. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és itt folytatjuk legközelebb. Előzetesek, és már is érkezik Harangozó Gábor az MSZP-től. Tartsanak velünk!